Tisztelt Főigazgató úr, nagykövet asszonyok, nagykövet urak, kedves művész úr! Azt is mondhatnánk, hogy végre. Végre bebizonyítja Szép Művészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, ez a csodálatos kiállító egység, hogy megy ez külföldi partnerek nélkül is. Hiszen ezt a két intézményt azt teszi naggyá, hogy olyan kapcsolatai, olyan nemzetközi kapcsolatai vannak világhírű kiállító helyekkel, múzeumokkal, hogy most már talán nem is kerül olyan túl nagy erőfeszítésbe idehozni a világ legjobbjait, Cézántól Caravaggioig és vissza, és Monet és Chagallt. Azt már látjuk, hogy ez jól működik, a nemzetközi partnerség a nagy múzeumokkal, de most végre eljutottunk odáig, hogy a saját kincseiket is bemutassuk. Megy ez külföldi partnerek nélkül is előhozni. Ez a nagy üzenete ennek a kiállításnak, hogy előhozzuk a raktárainkból, a múzeumok raktáraiból, a képtárak raktáraiból, meg talán egy kicsit, akik még a 80-as évek elején, én már, vagy még ehhez a generációhoz tartozom, akik Szentendrén akár találkozhattak volna is a művésszel, de a műveivel mindenképpen akkor is találkozhattak, amikor még élt, előhozni az emlékezetünk raktáraiból mindazt, ami Magyarországot, a magyar kultúrát naggyá teheti. És ezt megmutatni méltó keretben, méltó formában, ez a magyar művészettörténet szakma nagy küldetése. És az a program, ami itt a Nemzeti Galériában zajlik, és aminek még majd látni fogjuk a gyümölcseit, az azt mutatja, hogy a szakma ennek a küldetésének meg tud felelni. Igen, Bálint Endre képeiből titokzatosság sugárzik, hogy is szokták mondani ezt az úgynevezett Bálint kódot, talán akkor a legkönnyebb félre megfejteni, hogyha félre tesszük azokat a beskatujázásokat, amikre természetesen szükség van, a dadaizmus, a konstruktivizmus, a szürrealizmus, vagy az absztrakt, vagy az avantgárd, ezek mind fontos szavak lehetnek a művek megértésében, de az igazi út azért mégiscsak, hogyha félretesszük először a kategóriákat, és hagyjuk magunkra hatni a képeket. Itt ilyen teljes kiállítás még sohasem volt, még 84-ben sem. Itt 350 mű segít ebben bennünket, festmények, kollázsok, monotípiák és objektek. Bálint Endre és a Manyiló kiállítás, ez egyben azt is mondhatnánk, hogy meghívása, talán egy kicsit ezt szokták mondani, konzervatív magyar közönségnek, mert ha végignézzük ennek a festőnek a tárlatát, akkor azok, akik egyébként a klasszikus képzőművészet mellé tették le a voksukat és a nonfiguratív alkotásokat talán nem tartják olyan sokra, biztos vagyok benne, hogy miután figyelmesen és nyitottan végignézik a kiállítás képeit, akkor kinyílhat erre a modern művészetre is a szemünk, mert hogy valóban utat mutat. Ez a tárlat utat mutat ahhoz, hogy minél többen befogadóbbá váljunk a képzőművészet modern irányzatai iránt is. Bálint Endre ugyanis egyszerre volt újító és hagyományvőrző, mert hogy ezen a táján a világnak ez a kettő akkor jó, ha összetartozik. Újító volt, mert művészete kerülte az addigi sablonokat, megszokott eljárásokat, és hagyományőrző volt, mert őrizte a saját hagyományát, azt is mondhatnánk, hogy életének hagyományát, sohasem felejtette el, hogy honnan indult, mindig visszatért a gyökereihez. Földrajzilag ez hazáját, ezen belül pedig Szentendrét és aztán Zsenyét jelentette, és milyen különleges, vagy talán éppen természetes, hogy minél távolabb volt ezektől a helyszínektől, annál fontosabbak voltak számára ezek a motívumok, például a szentendriek éppen Párizsban. Egyik legfőbb motívuma, az ablak is ezt szimbolizálja, mindig készen állt, hogy nyisson az újra, ugyanakkor az addigi tudás és tapasztalat biztosan keretezte be az életét, és ezek a rácsok, a keret az ablakon valamilyen módon őrzik a személyisége titkát is. Akárhányszor ment külföldre alkotni, rendre hazatért, ha belegondolunk az 1914-es születésbe is, ami utána következett, micsoda sűrű élet, micsoda sűrű idő, micsoda hullámvölgyei és magas hegyei a sorsnak. Párizs mégsem ihlette meg annyira talán, mint Szentendre, és Nyugat-Berlin nem volt rá olyan nagy hatással, mint Zsenye, a Zsenyei Park. Lehet, hogy a szakmai megújulást külföldön érte el,
de a lelki feltöltődéshez, az alkotáshoz nélkülözhetetlen nyugalom itthon várta. Egyszerre volt rá jellemző a könnyedség és a mélység, a fantázia és a valóság keveredése. Ahogyan különleges technikáiba összemosta a tereket, úgy mondani valója is a valóság és a képzelet keveredését hirdette. Találtam egy gyönyörű idézetet, amit feleségének írt, az a néhány mondat, annyi mindent elmond erről, ezt írja. Ismered a bennem levő kettősséget, a szinte állandó szomorúságra való hajlamot, és ugyanakkor a kicsapongó jókedv igény pillanatait, félelmeimet és vágyaimat, csillapíthatatlan szenvedélyeimet és melegség nosztalgiáimat. A sötét kutak mélyéről hozom fel az élményeimet, amelyek a világosságba érve színesek, játékosak lesznek, és csak én látom a drámát mögöttük, de aki nézi, csak harmonikus, groteszk világot talál, ahol több az életkedv és a lírai elrendezettség, mint az, ami létrehozza a fekete és félelmekkel teli örvénylés. Ezt írja feleségének. És talán Vincent van Gogh mondata rendkívül találó és illő ide Bálint Endre alkotástechnikájára, aki azt írta magáról, a nagy holland festő, festményeimet megálmodom, majd álmaimat megfestem. Bálint Endre fogékony kisgyermekként a modern magyar irodalom első szervezőjének, vagy első modern szervezőjének, Osváth Ernőnek családi köréből került ki, a nyugat folyóirat szellemiségével indult az életbe. Valahogyan nekünk, magyaroknak is a misztikus nyugat az egyik mérce. Vonzó szabadsága, korlátlansága, fejlettsége miatt ideálként vagy ideaként lebegett szemünk előtt. Ma már talán valamelyes módosult ez a nézet, de még mindig képesek vagyunk azt hinni, hogy ami ott van vagy onnan jön, az jobb, mint az itthoni, vagy legalábbis megkerülhetetlen. Pedig a mérce az sohasem a határokon túl van, nyugaton vagy keleten. A mérce, az igazán hiteles mérce, az bennünk van. Saját lehetőségeink kibontása, saját erőforrásunk szabadon engedése, ebből lesz az a mérce, ahol magunkhoz képes tudunk jobbak lenni. Miután az egyik siker felé vezető útja Bálint Endrének a Jeruzsálemi Bibliának az illusztrálása volt, ezért talán megengednek egy félig bibliai történetet, egy héber történetet, egy zsidó anekdótát, amikor a rabbi megszólítja Kont, hogy miért él olyan istentelen életet, részeges, nem dolgozik, veri a feleségét, egyáltalán az egész faluban nagyon rossz híre van, miért nem próbál már meg egy kicsit szentebb életet élni, akkor Kón azt válaszolja, hogy tudod, rabbi, én is gondolkoztam ezen, elkezdtem forgatni a Szentírást, és hát láttam Ábrahám, Dávid, Mózes, ezek a nagyok, hát van én nekem esélyem arra, hogy olyan nagy hívő legyek, mint ezek az emberek? Nincs semmi, sem, így nem is próbálkozom. És erre azt mondta neki a rabbi, hogy tudod, Kón, ez úgy van, hogy majd ott az utolsó ítéletkor, amikor ott állsz majd az Úristen szín előtt, akkor nem azt fogják kérdezni, hogy miért nem voltál Mózes vagy Ábrahám, hanem hogy miért nem voltál Kón. Ez a mondás, ez arról szól, hogy nekünk önmagunknak kell lenni, és akkor tudunk a legjobbak lenni, és Bálint Endre ezt gyönyörű módon elénk éli, hiszen képes volt újítani, képes volt letérni a kitaposott ösvényekről, kiolthatatlan bátorság és hit kellett hozzá, hogy akkor is éljen, amikor kétkedés fogadja, és más területeken is így van ez, amikor kétkedés fogadja az újat, az újítást, a más utakat, akkor is ki kell tartani az embernek a saját biztos elképzelése mellett. De Bálint szorongásai, kétségei ellenére járta ezt a saját utat, és ennek köszönhető, hogy ma már egyik legjelentősebb művészünk, nem csak itthon, de Európa szerte is. Persze a siker nem jön könnyen, ahogy neki sem jött könnyen, de ragaszkodott. Ragaszkodott alapvető értékrendjéhez, és mindig volt benne elég erő az újrakezdéshez. Azt is mondhatnánk, hogy ahogy ebben a kis anekdótában hallottuk, a gondviselés amellé az ember mellé áll, aki képes önmaga lenni, és ugyanakkor mer változtatni. Tudják ezt világhírű magyar feltalálóink, de tudják művészeink is, és erről tanúskodik Bálint Endre életműve is. Egy kicsit korábban, de mégiscsak korábban él, de mégiscsak nagy hatással volt erre a művész generációra Ady Endre,
az ismert sorok a tűz csiholójából éppen ezt mondják, csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, s ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek, mennyire igaz ez az ő életére is. A sikerhez újításra való hajlam, kreativitás és tehetség szükségleltetik, benne mindegyik megvolt, jól mutatja ezt az úgynevezett cselét folklór módszer, ami az ő nevéhez köthető, és melynek lényege volt, hogy díszítő elemekkel, papírból kiolózott formákkal egészítette ki képeit, így jöttek létre a híres kollázsok. A magyar kortárs képzőművészet jeles alkotói Európa szerte elismerésnek örvendenek a 20. században és napjainkban is. Ám többen, akik munkásságuk alapján rászolgáltak volna, nem csupán külföldön, de sokszor itthon sem kaptak megfelelő figyelmet és elismerést. Elég csak elmondani az évszázadok neveit, és akkor rögtön eszünkbe jut, hogy persze ez érthető. 30-as évek, 40-es évek, 50-es évek, vagy éppen 60-as évek, a többit az folytassa Cseh Tamás. De mégis sikeres és mégis elismert, és ma csodálhatjuk a műveit. És valóban, ahogy a bevezetőben említettem, a Magyar Nemzeti Galéria az elmúlt évek során éppen ezért állította kiállítás politikájának előterébe, hogy számos a magyar képzőművészetben meghatározó szerepet játszó alkotó életművének szisztematikus, monografikus felkutatása megtörténjen. Olyan misszió ez, melynek köszönhetően mi a közönség a korábbinál jobban megismerhetjük Zichy Mihályt, Vajda Lajost, Borsos Józsefet, Kovásznai Györgyöt, Markó Károlyt, Ferenczi Károlyt, Torma Jánost, vagy éppen legutóbb Ámós Imrét. Ebbe a sorba illeszkedik Bálint Endre, és már alig várjuk, hogy a közeljövőben Derkovics Gyula életművére is rá tudjunk itt tekinteni. Ők is azok közé tartoznak, akik életművének teljesebb megismerése után azt a bizonyos saját mércét, mondhatjuk itt talán magyar mércét, jóval feljebb tehetjük, mint ahogy azt néha szoktuk. Bálint Endre, Márfi Ödön, Ámós Imre, Vajda Lajos, és sorolhatnánk még, a művészet terén éppen olyan jelentőset alkottak, mint feltalálóink. Mindenkinek megadatik a maga feladata, és ehhez még ha hozzáteszi a zseniét is, akkor valóban mi járunk a legjobban. Az ő feladatuk az volt, hogy műalkotásokat hozzanak létre, a miénk pedig az, hogy értékeljük ezt, gyönyörködjünk benne, és a megfelelő polcra méltó helyre tegyük a magyar képzőművészet halhatatlanjait. Nekünk csak élvezni kell a műveiket és tanulni belőlük. Köszönet azoknak, akik ezt számunkra lehetővé teszik. Köszönöm, hogy meghallgattak.